Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Horváth Miklós hadtörténésszel és Sáringer János történésszel próbáljuk áttekinteni azt, hogy vajon 1956 magyar forradalma és szabadságharca milyen hatást gyakorolt a világtörténelemre vagy a nemzetközi viszonyokra, illetve fordítva, hogy a nemzetközi helyzet, ahogy mondani szokták, mit jelentett Magyarország számára. Ugye október 23-án Budapesten és a vidéki városokban, és én így fogalmaznék, elindul a forradalom vagy a népfelkelés, kinek melyik a szimpatikusabb, és érdekes módon elég gyorsan már az akkori szocialista országok, az egytábor béliek valamilyen formában erre reagálnak is. Igen, tehát a szovjet vezetés ugye készült, a rendszerellenes megmozdulás kezelésére kész karhatalmi tervekkel rendelkezett, de igazából 23-án még Lengyelországra koncentrált, 24-ére összehívták a szocialista országok vezetőit Moszkvába, abból a célból, hogy a lengyel kérdést tisztázzák. Mire ezek a vezetők, Gerő Magyarországon marad, Moszkvába érnek, addigra a magyar kérdés kerül a középpontba. A szocialista országok vezetői egyetértenek a megtett intézkedésekkel, ezek arról szólnak, hogy részben ugye a Magyarországon állomásozó csapatok megindultak, sőt a tárgyalás időpontjában már Budapesten harcban állnak, részben, hogy újabb szovjet hadosztályokat rendelnek Magyarországra, ez is 24-én hajnalban az első hadosztályok átlépik a határt. Miközben a magyarok úgy gondolják, hogy Lengyelországban Gomulka vezetésével egy alapvetően szovjet ellenes, és ez rendkívül szimpatikus Budapestről nézve, megmozdulás történik. Nem tud arról, hogy ez a kiegyezés megtörtént, hát nem véletlenül ugye Bemtérre vonulnak 23-án a tüntetők. Tehát Moszkvát nem éri váratlanul a dolog. És miként mutatkozik ugyanez a nyugati világ részéről, hogy így fogalmazzak, mert hát nyilván egy ilyen eseményre a világ minden országa, vagy legalábbis Európa, vagy a világ hatalmai, gondolok itt elsősorban az Egyesült Államokra, Franciaországra, Nagy-Britanniára valamilyen formában reagáljanak. A Franciaország, Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia azonnal reagált, és természetesen szimpátiával tekintett a magyar eseményekre, a forradalomra és a szabadságharcra. És itt engedjék meg, hogy összehasonlítsam a szuezi válságot, illetve a magyar eseményeket, illetve ez hogyan függ össze egymással a két dolog. Az Amerikai Egyesült Államok szempontjából fontos elmondanunk, hogy ekkor zajlik az elnökválasztás 1956-ban. Ugye hagyományosan mindig november 1. kedje, ez 1956. november 6-a napjára esett. Emellett 1956. július 26-án Nasser bejelenti a szuezi csatornának az államosítását, amely egy hosszabb folyamatnak az eredménye. Emellett a két külpolitikai koncepció Egyiptom szempontjából egy egyiptomi nemzeti külpolitikai irányvonal, amelynek a lényege, hogy a brit uralom alól felszabadítsák Egyiptomot, illetve teljes mértékben megszüntessék. Ennek egyik nagyon fontos állomása az Asszuáni gátnak a felépítése, mert ezzel egyharmaddal növelkedett volna a termőterület, amellyel 30%-kal nő a nemzeti jövedelem. A magyar szempontból, illetve a Nagy Imre féle külpolitikai irányvonal egyik fontos pontja, hogy a Varsói szerződésből való kilépés, másik pedig a Kekkonen Pasakivi féle finn modellnek az átvétele, azaz a semlegességnek a kimondása. Már a legfontosabb elemnek én azt tartom, hogy az Egyesült Államok nem képes úgy figyelni erre az eseményre, mint ahogy figyelne, ha nem elnökválasztás van. Van, aki foglalkozik az amerikai sajtóval, és azt mondja, hogy az 56-os események, a magyarországi forradalom és szabadság, az nem a címoldalakon van, ott az a kérdés, hogy Eisenhower vagy ki lesz az elnök továbbra is. Címoldalra is kerül, tehát szokták mondani, hogy az amerikai vezetés bénakacsa a választási időszakban, de azért ilyen dologra nem lehet nem odafigyelni. Viszont sietve jelzik a moszkvai vezetésnek, hogy alapvetően a status quo az, amit elismernek, ennek megbontására nem törekednek. Tehát már október 27-én Dallas külügyminiszter jelzi, hogy sem Lengyelországot, sem Magyarországot nem tekintik potenciális katonai szövetségesüknek, és Bolen moszkvai követ folyamatosan tudatosítja a szovjet vezetésben, hogy azt tesznek Magyarországgal, amit akarnak, hiszen
az érvek szélre, a határokat tiszteletben tartják. Tehát Amerika passzív ebben a magyar kérdésben, az ENSZ lehetőségeit próbálja felhasználni, ez se nagyon sietősen, alapvetően az ENSZ politikai tanácskozó testülete tűzze tárgyalásra a magyar kérdést, és ott szülesen döntés. Tudja jól az Egyesült Államok, hogy a vétójogával a Szovjetunió ezt meg fogja akadályozni. 1956. november 18-án érkezik Budapestre egy rejtjel távirat New Yorkból, ugyanis az ENSZ közgyűlésén a magyar képviselő találkozik az ENSZ főtitkárával, és az ENSZ főtitkára pedig Budapesten vagy New Yorkban szeretne tárgyalásokat folytatni Magyarország képviselőivel az 1956. október 23-ai események kapcsán. Közben az ENSZ főtitkár Kairóba megy, és itt azonnali rejtjeltávirat megy Budapestből Kairóba a magyar követnek, Zádor Györgynek, hogy kérjen időpontot az ENSZ főtitkártól, és eszébe ne jusson az ENSZ főtitkárnak Budapestre jönni. Meg is történt az időpont kérés, 2 percet kap az ENSZ főtitkártól, és itt sikerül meggyőzni arról, hogy New Yorkban folyjanak majd a megbeszélések és a tárgyalások a Magyarország képviselőivel a Magyarországon zajló eseményekről. Ez is mutatja, hogy a Kádár János vezette erők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy még véletlenül se jöjjön az ENSZ főtitkár Budapestre, azaz a nemzetközi figyelmet ne Budapest kapja meg, vagy ne a magyarországi események. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a magyar politikai vezetés az ENSZ felé, legalábbis november 4-ig azt kommunikálta, hogy ez egy belügy. Tehát ez Magyarország belügye, a törvényes magyar vezetésnek lehetősége van idegen csapatokra támaszkodni, tehát ez nem tartozik a biztonsági tanács hatáskörébe. Ugye az első követelések között megfogalmazódik október 28-a után, hogy váltsák le az ENSZ képviselőjét Magyarországnak, mert a magyar néptől idegen szándékokat közvetít. Az ENSZ-en kívül ugye figyelembe kell venni azt, hogy a 28-29-én hogy változik meg a szocialista országok álláspontja. 28-29-ig a Tito vezette Jugoszlávia egyetért a változásokkal, úgy gondolja Tito, a titói vezetés, hogy ezek a változások nem lépik át a szocializmus kereteit, úgy értékelik, hogy a munkástanácsok felállításával a jugoszláv modell az, ami megvalósulni látszik Magyarországon, és hát nincs ellenére Titoéknak, hogy bebizonyosodjon, hogy még egy országba életképes, hogy ez a önigazgatásos, ugyanúgy szocialista kommunista diktatúra, de ez a fajta szisztéma. 28-29 után ugye a lényeges változása abban van, hogy a Nagy Imre féle vezetés, ne felejtjük el, hogy az egypártrendszeri diktatúra október 31-ig, november 1-ig van életben Magyarországon, tehát a szovjet és magyar egyeztetett politikának az a lényege, hogy a fegyveres harcot valamilyen módon beszüntetni, és a fegyveres felkelőket fegyverletételre kényszerítés, és valahogy konszolidálni a hatalmat. Tehát a Moszkva ebben a törekvésben, hiszen az engedélyükkel folyik, tanácsaik alapján folyik, támogatja a magyar vezetést, de ebben az időszakban megegyezés szerint nem is lépnek újabb szovjet csapatok Magyarország területére. 30-31-dik az a fordulópont, amikor a szovjet vezetés úgy dönt, hogy a 30-ai kormánynyilatkozatuk ellenére mégsem engedik ki Magyarországot, hanem egy újabb, még nagyobb erőket felvonultató támadással vérbefojtják a magyarok szabadságharcát. Azt szokták mondani nagyon sokszor, hogy ebbe a vérbefojtásba az említett, nevezzük így szuvezi válság, mert ugye ez a klasszikus megnevezése nagyon közrejátszott. Valóban mondhatjuk azt, hogy 1956
veresége, tragédiá, hiszen legyőzték ezt a forradalmat és szabadsághoz, nem elbukott, ahogy szokták mondani. Valóban ilyen szoros összefüggés lehet a között, hogy mi történik a Szuezi csatorna környékén? Azt gondolom, hogy nem. Az kapcsolódva a professzor úrhoz, hogy október 29-e, 1956. október 29-e, ez a Kádes 1, tehát az második arab-izraeli háborúnak a kirobbanása, amelyet megelőz ugye október 22-24-én a Sèvres-i titkos megállapodás Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael képviselői között, amelynek az a lényege, hogy Izrael megtámadja szárazföldön a sínai félszigeten keresztül Egyiptomot, október 31-én pedig bekapcsolódik a hadműveletekbe a brit, illetve a francia erők, partra szállnak Port Saidnál. Ebben az esetben arra hivatkoznak, hogy 1950-es áprilisi kairói megállapodás, amelynek a lényege, hogy az Arab Liga tagállamai, illetve Törökországot bármely állam megtámadja, akkor Nagy-Britannia a Szuezi csatorna lévő állásaira visszamehet, mert 1953-ban van egy újabb brit egyiptomi megállapodás. És ebben az esetben az érdekek és USA érdeke egyrészt brit, Nagy-Britannia és Franciaország vissza szeretné szerezni a Közel-Keleten a elveszített vagy megrendült pozícióit, nem beszélve Algériában, ekkor indul a Ben Bella vezette felszabadítási mozgalom, vagy franciák szerint terrorista mozgalom. Ugye bénakacsa az Amerikai Egyesült Államokban, sem a Közel-Keleten, sem Európában a státuszkót nem kívánja megváltoztatni. A Britannia pedig vissza kíván térni a Szuezi csatornára, annál is inkább, mert már jegyre adják a benzint. Mindemellett a két Európában és Közel-Keleten zajló esemény nem függ össze egymástól. Olyan értelemben igen, hogy Moszkva és Washington azonos platformon áll az ENSZ-ben a Szuezi válság ügyében. Azaz nem megváltoztatni a státuszkót. Szóval akkor lehet ezt talán úgy összefoglalni, hogy van egy szép reményű, de halálra ítélt kísérlet Magyarországon, egy világhatalommal szemben, egy felkelés, egy népfelkelés, forradalom, szabadságharc, amelyet igazán, ahogy mondani szokták, a nyugat nem támogat. A szocialista országoknak nincs, hogy úgy mondjam, jó véleménye erről, ez most egy nagyon rossz megfogalmazás volt. Legfeljebb azt tudnák elképzelni Josip Broz Tito esetében, hogy egy kicsit a jugoszláv modell legyen Magyarországon, de egyébként maradjon minden úgy, ahogy Teheránban, Jaltában és Potsdamban megegyeztek a nagyhatalmak. És ha zárásként én mondhatok még egy dolgot, ami egy kicsit személyes történet, és kapcsolódik Horváth Miklós felvetéséhez a Szabad Európa Rádió kapcsán. Borsányi Julián, aki a Szabad Európa Rádió bellezredes rovatát vezette és írta a kommentárokat, mesélte el személyesen nekem is elnézést a kitérőjét, hogy két nappal a forradalom és szabadsághoz kitörése után bement az amerikai tanácsadóhoz, Griffiths úrhoz, és megkérdezte tőle, hogy amit ők közvetítenek, az a Szabad Európa Rádió, az az Amerikai Egyesült Államok hivatalos álláspontja, vagy a Szabad Európa Rádió álláspontja. Griffiths azt mondta, hogy ez nem az ön ügye, Mr. Borsányi, ezzel ne foglalkozzon. Borsányi Julián azt mondta, hogy attól kezdve nem írt kommentárokat, mert úgy érezte, hogy nincs jogában, vagy nem áll jogában fölhívni a fiatalokat Magyarországon, hogy molotov kokkélt gyártsanak, hogy a barikádokra menjenek és harcoljanak, amikor a nagyhatalmak eleve halálra ítélték ezt a forradalmat.